Kedves nézőink, a következőkben a duális képzésről láthatnak egy stúdió beszélgetést. Köszöntöm a stúdióban Kancsalné Pék Gyöngyit, a Veszprém megyei iparkamara Ajkai területi kirendeltségének szakképzési munkatársát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon sok szó esik mostanában a duális képzés bevezetéséről. Ha jól tudom, nemrégiben egy megbeszélés is zajlott ezzel kapcsolatban. Történt-e valami előrelépés ezen a területen? Hát a duális képzés maga, mint a képzési forma megújítása most már 2 éve dübörög, ha lehet ilyet mondani, ám minden évben próbáljuk a gazdasági igényeknek megfelelően még inkább szélesíteni ezt a palettát. A megbeszélés, amire utalt, főképp a duális felsőoktatásra vonatkozik, úgyhogy én azt gondolom, szerkesztő úr, hogy először még a duális középfokú oktatásról beszélgessünk, mert ott az égető probléma, ami általános iskolában a szakmaválasztás körül mozog jelen pillanatban. Jelezték-e középiskolák a szándékukat, illetve mely középiskolák szeretnének beszállni ebben a programba? A program maga egyértelműsíti a szakmatanulásban a duális formát. Tehát az a célunk a Kereskedelmi és Iparkamarának, a szakképzőiskolákkal és a gazdálkodó szervezetekkel együttműködve, hogy magát a szakmatanulást népszerűsítsük. A munkaerőpiacnak leginkább jelen pillanatban kétkezi munkásokra van szüksége, ami nagyon sajnálatos módon presztízsét veszítette, és hiánnyal küszködnek nem csak a gépipari szakmákkal, hanem most már az építőipari, a faipari szakmák tekintetében is, úgyhogy a duális képzés alapvető fontosságú eleme az inkább jelen pillanatban a pályaorientáció erősítése lesz. És akkor vannak tehát olyan középiskolák, amelyek szívesen beszállnának ebbe a duális képzésbe, tehát ugye tudjuk azt, hogy itt a gyakorlati oktatás kihelyeződne a cégekhez, ezt akkor az iskolának fel kellene adnia. Így kell, hogy működjenek már. Tehát már most is jelen pillanatban is így van. Ami ebben újdonság egyéb iránt, az az úgynevezett kamarai garanciavállalás, mint intézmény. Ezt jelen pillanatban adjuk át információként a szakképzőiskolák felé, ami pontosítva azt jelenti, hogy a duális szakképzésben, szakiskolai képzésben, 3 éves képzésről beszélünk, 9-10-11. Évfolyamon, a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben szervezhető a gyakorlat, de a nyári gyakorlattól kezdve már kötelezően ki kell, hogy menjenek külső gazdálkodó szervezetekhez. Ennek oka egyértelműen az, hogy közelebb kerüljenek a munkavilágához minden tekintetben, tehát nem csak a tevékenységi formákban, hanem egyébként a munkakultúrát kell, hogy megszokják. Én azt gondolom a mai fiatalok ahhoz, hogy utána ők a szakmai vizsgájukat követően produktív tagja lehessen bármelyik vállalkozásnak vagy vállalatnak. Milyenek a visszajelzések? Gondolom érkeznek visszajelzések iskolák részéről, tanulók részéről. Hát az iskolák részéről egyértelműen az a visszajelzés, hogy korai az iskola tanműhelyének elhagyása a nyári gyakorlattól, mert hogy 1 év nem elegendő ahhoz, hogy a szakmának az alapjait elsajátítsa. A gyerekek részéről, vagy a tanulók részéről pozitív, én azt gondolom, abban az esetben, hogyha valóban úgy választ szakmát, hogy volt előre egy elképzelése, vagy volt egy családi behatás, amiben nem csak a piaci igényeknek mérten választották ezt a szakmát, hanem tartalommal is feltöltötték. A kamara szempontjából pedig egyértelmű, mert az a célunk, hogy jelen pillanatban azokat a szervezeteket segítsük, akiknél ezek a szakmák hiányoznak, tehát kineveljék a saját munkavállalóikat, ez a cél. Hát épp ezt akartam kérdezni, hogy ezek szerint akkor akik egy bizonyos cégnél töltik a képzésüket, el is helyezkedhetnek ott adott esetben? Tehát hát bízom benne, ilyen... hogy igen, erre van pro és kontra, tehát van pozitív példa, és van olyan példa is természetesen mondjuk egy kis vállalkozás esetében, hogy minden egyes tanulót nem tud foglalkoztatni a végzést követően, de ők is tudnak szelektálni, tehát a jobb képességű tanulókért, akik valóban a szakma szeretettel és a szorgalmukkal is kivívják a vállalkozások tiszteletét is, ő utánuk kapkodnak, igen. Igen. Van-e érdekeltsége a cégeknek abban, hogy tanulókat fogadjanak, foglalkoztassák a tanulókat? Valamilyen
Hát alapvető érdekeltsége ez az elv, hogy egyértelmű, sokkal költséghatékonyabb is, és időhatékonyságban is pozitív, hogyha már olyan munkavállalóval gazdagodik maga a szervezeti létszám, aki ismeri az ottani sajátosságokat. Tehát ez az elv. És emellett pedig egyértelműen van anyagi vonzata is, amiben segítjük magát a gyakorlati képzés tevékenységét. Tehát magyarán, aki tanulót foglalkoztat, az bizonyos anyagi támogatást is. Igen, ez korábban is így volt, de ez a 2012-es törvényi változások kapcsán egyszerűbbé vált, tehát minden olyan szervezet, gazdálkodó szervezet, akik szakképzési hozzájárulást fizetnek saját maguk vagy a dolgozóik után, ebből az alapból visszaosztva részesülnek támogatásban. Jelen pillanatban ez egy nagyon egyszerű konstrukció, van egy állami költségvetés alapján megállapított alapnormatíva, ez a 2015-ös évben is még 453 ezer forint, ez az alapnormatíva pedig attól függően tolódik pozitív irányba, hogy milyen szakmában oktatnak, ennek a szakmának az anyagigénye, a ráfordítás igénye egy következő táblázatban került összeszedésre, és a kettő szorzata ad egy átlag normatívát, ez tólik határt, mondok most, 500 ezertől 730 ezer forint körül mozog per tanuló per év. Ebből vannak kötelezettségei természetesen a gazdálkodó szervezetnek, tehát ez a támogatási forma arra elegendő, hogy a tanulók tanuló szerződéses juttatását ki tudják fizetni. A kötelező elemeket még, mint étkezés, munkaruha, védőfelszerelés, biztosítás, és emellett pedig az anyagi ráfordítások, tehát amik a költségek még pluszban. Azt gondolom, sokakban felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy vajon egy munkahelyen mennyire tudják az iskolai tanműhely színvonalát produkálni. Értem ez alatt azt, hogy pedagógiailag gyereknek az elfoglaltságába, tehát lefordítva, nem udvarsöpörtetnek és nem kávét főzetnek a gyerekkel. Értem a kérdést. Az iskolai tanműhely színvonalát definiáljuk, tehát az iskolai tanműhely színvonala egyértelműen alapvetőleg a tanügyi dokumentumokban meghatározott követelményi szinthez igazodik. Ami visszás egyéb iránt, mert ezeket a tanügyi dokumentumokat a szakmai záróvizsgáig használják fel. A szakmai záróvizsga után kikerülve a tanulók viszont találkozhatnak olyan technológiákkal, vagy olyan munkaformákkal, amelyeket a közoktatásban nem ismerhettek volna meg, hogyha végig tanuló tanműhelyben tölti az idejét. Úgyhogy ez egy két oldalú történet, mert egyrészt szükség van a tanműhelyekre, egyértelműen a vizsga követelmények miatt van szükség rá, illetve hogy az alapkészségeket elsajátítsák, másrészt pedig ezt a kettőt összhangba kell hozni a vállalatnál töltött gyakorlattal. Igen, ez nem mindig sikerül, de törekszünk rá, hogy azok a gyakorlati oktatók, akik kint vannak a vállalatoknál, tudomást szerezzenek a szakma és vizsgakövetelményekről, az idejükbe egyértelműen a foglalkoztatási időbe belevonják azt, hogy ők külön felkészítik, és nem csak a napi operatív munkában vállalnak részt, de lássuk be, a kettőt nem lehet külön választani, ha az egyik hiányzik, hiányzik a másik is. Úgy tudom, hogy vannak távlati tervek is ezzel kapcsolatban, tehát itt konkrétan Ajkán egy nagyobb szabású fejlesztés gondolata is felmerült a duális szakképzéssel kapcsolatban. Erről lehetne hallani valamit? Igen, bár még egy gondolatot szeretnék hozzátenni az előző kérdéshez, hogyha megengedi szerkesztő úr. Az a gyakorlati oktatók, illetve az oktatás minőségét a szakképzési törvény elég keményen definiálja, jelen pillanatban például úgy, hogy szeptember 1-től már csak olyan gyakorlati oktató foglalkozhat külső képzőhelyen a tanulókkal, akinek az adott szakmából mesterlevele van. A Veszprém megye nagyon-nagyon jól áll ebben a szempontban, mert jelen pillanatban azt mondhatjuk el, hogy az első etapban több mint 220 mesterjelölt iratkozott be különböző tanfolyamokra, több mint 20 szakmában indítottunk mestertanfolyamot, és még le sem zártuk ezt az első etapot, már is indítjuk a következőt. Azt látom, hogy a gazdálkodó szervezetek érdekeltségébe tartozik ez is. Egyrészt a saját dolgozói képzésben a nívó, másrészt pedig a tanuló foglalkoztatás megerősítése.
Úgyhogy szépen lassan lépésekről lépésekre, de haladunk afelé, hogy a mennyiség után a minőséget is szorgalmazzuk a képzőhelyeken. És akkor szeretném, hogyha beszélnék egy kicsit a jövőről. Igen, Ajka nagyon fontos mindenféle szempontból. Egyrészt azért, mert az ipar fejlődő tendenciát mutat. Elég kemény fejlesztések és nagyszabású tervek hangzanak el a vállalatok részéről, ami egyértelműsíti, hogy olyan munkavállalókra van szükségük, akik magasan képzettek. Ez a magas képzettség, ez a szakiskolai képzettséget is jelenti, emellett a technikusokat és kiváltképp a mérnököket. A duális felső oktatás ugye szeptembertől szintén létjogosultságot nyert, tehát az alapszakokon, a mérnök alapszakokon bevezetésre kerül a duális jellegű mérnökképzés is. Hogy jelen pillanatban, hogy ki lesz duális mérnök, tehát duális képzésben résztvevő mérnök, ez még kérdéses, mert a mostani beiskolázáskor csak akkor fog kiderülni, amikor ők a vállalati interjún is megfelelnek. Hogy egyszerűen levezessük, jelen pillanatban ugyanúgy jelentkezik a felsőoktatásba a hallgató, mint hogyha a hagyományos mérnökképzésre jelentkezett volna. Az egyetem felkínálja a lehetőséget, hogy ő duális formában tanulhat, felkínálja azon szervezetek listáját, akikkel partnerségre jutott, és amikor a két vállalati, illetve a felsőoktatási pontok alapján számított felvételi is pozitív, akkor nevezhetjük őket duális képzésben lévő hallgatóknak. Ajka elég agilis e tekintetben, emiatt is merült fel az a kívánalom a városvezetés és egyébként a vállalkozások részéről, hogy ezt próbáljuk minél jobban erősíteni. Volt egy felmérés nem oly régen, ahol Ajka szintjén 120 mérnököt definiáltak, akiknek munkalehetőséget tudnának biztosítani, viszont ezt a munkalehetőséget azért össze kell kapcsolni minden egyéb mással is, ami akár az iskoláztatást, akár pedig később a lakhatást is biztosítja. Tehát ez a projekt, amiről beszélünk, ez jelen pillanatban egy elvi megállapodás megszületéséig jutott, ahol felsőoktatási intézmények, vállalkozások, városvezetés, kamara, civil szakemberek beszélgettek arról, hogy hogyan tudnánk minél jobban megerősíteni Ajkát munkavállalói részről, szakma részéről, infrastruktúra részéről. A szándék minden oldalról meg. A szándék megvan, így van, most már konkrét lépésekre várjuk a fejleményeket. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.